horvát zenétől volt hangos a Birjáni Művelődési Ház. A baranyai településen ugyanis nemzetiségi napot tartottak. A színpadon hagyományos táncokat láthatott a közönség, az előadók pedig népi viseletbe öltöztek az alkalomra. A helyi tánccsoport is bemutatta műsorát. A tagok számára fontos a hagyományok ilyen módon történő ápolása. A következő generációnak is megmaradjon valami belőlünk, a tánc, a zene és mindenféle, ami a horvátsághoz kötődik. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy átadjuk ezt a következő generációnak. Ezzel tovább visszük ezt a hagyományt, ezeket a táncokat inkább a utókornak, ezzel megőrizzük, fiatalokat is ugye megtanítjuk, ők szintén tovább viszik. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen én itt, amikor csatlakoztam, akkor sikerült megismernem itt a táncokat, a lépéseket, és az én nagyobbik fiam is már táncolt, és ez az ember büszkeséggel tölti el tényleg, hogy látja azt, hogy a hagyományaink azok megmaradnak, és tovább tudjuk adni majd a jövőnek. A kulturális programra sokan voltak kíváncsiak, megtelte a művelődési ház. A zenés táncos produkciók mellett pedig finomsággal is készültek a szervezők, kakaspörköltre várták a vendégeket.